Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szép jó reggelt kívánok, Weingarten Balázs. Mondja el, hogy honnét van. Szép jó napot kívánok. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumból érkeztem, és a fenntartóságért felelős államtitkár vagyok. Köszönöm, hogy elfogadta a reggeli meghívásunkat. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és akkor nézzünk, hol is tartunk a naptárba. Közben rám szóltak, hogy gomboljam be az akkómat, rendelel kell mindennek. A Luak a zsinagógai naptár szerint 5779, ez a fenntarthatóság. Ádárhavának 23. napja van, míg a Gergely naptár szerint 2019-et írunk, annak is 9. hetében vagyunk, és február havának 28. napján. Szeretettel köszöntünk minden Elemér úton nevű nézőnket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja, vagy a házassági évfordulója. És akik lemaradtak a híradónkról, azoknak elmondom, hogy az euró középárfolyama 3.16.37, míg a Brexit előtt álló angol nemzeti valutáért 3.69.86-ot kérnek, vagy adnak ez a középár. Időjárás jelentésünk plusz 2 és plusz 17 Celsius fok között várható. Figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, vegyék be tablettájukat. Most nyissák ki az ablakot, nagyon a friss levegő betóduljon, és az ifjú államtitkárat megkérdezzük, hogy kezdjük talán a legaktuálisabbnál. Miért is van szükség a hűtőszekrények kicserélésére? Mennyibe kerül ez az államnak, és miért jó ez a polgárnak? Azt gondolom, hogy amellett, hogy ugye a legfontosabb az energiahatékonyságunknak a terjesztése és ennek a tevékenységnek a minél hatékonyabb megvalósítása, amellett egy tudatformáló tevékenységről is beszéltünk, hiszen ugye a háztartási gépcsere programnak az alanyai a hűtő, fagyasztógépek, illetve ugye a mosógépek, amelyeket azért minden háztartásban megtalálunk. És hogyha a lakosság azt látja, hogy az államnak fontos és támogatásra próbálja ösztönözni azt, hogy egyre korszerűbb gépeket szerezünk be, kisebb energiahatékonysággal, tehát nagyobb energiahatékonysággal, kisebb energiafogyasztással rendelkező gépekre cseréljük le a korábbiakat, akkor talán egyéb beszerzéseiknél is könnyebben elgondolkoznak majd azon, hogy miért fontos egy energiahatékonyabb eszköznek a beszerzése. A mostani programban ugye eredetileg 2 milliárd forintra hirdettük meg a keretet, de egy olyan nagyságrendű pályázati igény érkezett be, több mint 119 ezer pályázat jött be, amely miatt Palkovics miniszter úr döntése alapján 5 milliárd forintra megemeltük ezt a keretet. Ennek alapján, és ennek köszönhetően, ugye köszönhető ez a gazdasági teljesítményének az országnak is, jelenleg azt látjuk, hogy minden pályázatot le tudunk támogatni, amely érvényes és megfelel a feltételeknek. Már ott tartunk, hogy 70 ezeren már megkapták a támogatói okiratot, 30 ezeren a héten fogják még megkapni, és reményeink szerint kb. 2-3 héten belül mindenki hozzájut a támogatói okiratához, és megindulhatnak a gépbeszerzés. Van-e valami statisztikája arról, hogy egy ilyen hatalmas akció körülbelül hány éven belül hozza meg az áram, illetve az energia takarékosságba, hogy ez balanszba legyen? Hát egészen egyszerű, mert egy 150 napja van mindenkinek a támogatók alatt készhez kapásától, hogy beüzemelje, beszerezze, és értelmesen hazavigye és beüzemelje az új eszközt. Ugye most feltételezve az, hogy véletlenül, aki megveszi, az be is üzemeli nagyjából akkor. Azt számoltuk ki, hogy nagyságrendek 11 ezer háztartásnak az energia felhasználását spóroljuk meg. Magyarországon átlagosan 11 ezer háztartás energiafelhasználását spóroljuk meg ettől a pillanattól kezdve. Továbbá 1 milliárd forintot spórolnak meg összesen évente a rezsiköltségükön azok a lakosok, akik ugye ebben a beszerzésben részt vesznek. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan számok, amik azért magukért beszélnek, hogy ugye egy ilyen programmal micsoda léptékeket lehet elérni. És ugye gondoljunk bele abba, hogy ugye ezek a háztartási gépek csak egy-egy ugye a lakosság által használt gépek között, tehát amúgy ezt a másik két-három gépnek a cseréjén is kifejtik, akkor ezek folyamatosan sokszorozódni tudnak ezek az eredmények. Találunk ezek a gépek között hazai gyártmányokat is? Hát a hazai gyártmány ugye elenyésző, hiszen ugye inkább a hazai gyártmányok tekintetében ugye az Electrolux, azt hiszem az, aki itthon ilyen jellegű gépeket gyárt, ugye más jelentős gépgyártók azért olyan gyártók vannak csak, akik külföldi kiszervezett gyártást végeznek hazánkban. Értem, de tulajdonképpen a kereskedelmi forgalom is nő. Így van.
Hát ugye nagyon fontos, hogy próbáltuk ugye bürokrácia csökkentő módon, és ugye természetesen a fenntarthatósági elveket is figyelemmel tartva, ugye teljesen ilyen papírmentessé tenni ezt az egész pályázati rendszert. Tehát a kereskedők is regisztráltak ugye a rendszerbe, és nekünk úgy történik a pályázatnak a mondhatom, hogy megvalósítása, hogy aki megkapja a támogatói okiratot, ugye interneten keresztül történik a kézbesítése, annak nem is kell kinyomtatni és magával vinnie, hanem elmegy a regisztrált kereskedőhöz, ahol kiválasztotta az adott géptípust, ott bemutatkozik, odaadja a személyigazolványát, ezzel azonosítja magát a kereskedő, az adatbázisban látja, hogy az adott illető nyertese és alanya a pályázatnak, és innentől kezdve tulajdonképpen mondhatom, hogy papírmentesen lebonyolódott a forgalom, és ami nagyon fontos, hogy a lakos ennyivel kevesebbet fizet a gépért, tehát még arra sincsen szükség, hogy utána ő elszámolást nyújtson be, vagy egyebeket, tehát a lakos innentől kezdve megvásárolt hűtőgépével, mosógépével hazamehet, a kereskedő pedig majd elszámol felénk a minisztérium felé. Vajon van-e kötelezettsége a kereskedőnek a használt gép elszállítására? Természetesen van, a pályázatban konkrétan beépítettük azt, hogy az otthon melege programnak az alanyai, tehát akik ugye kereskedőként részt vesznek, azoknak ugye egy központosított jelentést kell tenniük az átvett gépekről, és azoknak a hasznosítóknak történő átadásáról. Ez pontosan azért van, hogy egyértelműen megőrizzük azt a fajta körkörösséget, hogy ezek a gépek ezek olyan helyre tudjanak kerülni, ahol közvetlen hasznosítást végeznek. Ugye hűtőgép hasznosítás például itthon hazánkban, ugye Karcagon igen komoly mértékben működik. Általában az a tapasztalatunk, hogy a hűtőgépcsere vagy a háztartási gépcsere programban a hűtők jelentős része oda is kerül, tehát egyébként odaadják át közelségelve, viszonylag jó árakon dolgozik a karcagi üzem, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó cél. Mosógépek bontására is van példa Magyarországon, de hát a mosógépek inkább könnyebben újrahasznosíthatóvá tehetőek, tehát ott azért jellemző az is, hogy megpróbálják ugye az újrahasznosítást tenni. Erre egyébként próbálunk most egy programot is indítani, ahol pontosan azt próbálnánk szolgálni, hogy az egyébként leadott, de jól működő gépeket megpróbáljuk ugye szociális céllal akár később használhatóvá téve kihelyezni. Napjaink legaktuálisabb természetvédelmi momentuma az elektromos autók bevezetése a forgalomba. Ami nagyon izgalmas, nagyon idegesítő, mert halkak nem lehet hallani, hogy jönnek vagy mennek. Én a hibridek közé tartozom, és néha nagy élvezet, néha nagy bosszantás, de az is bosszantó, ha megáll előttem egy elektronikus autó, és nem tud se jobbra, se balra menni. Uh-huh. Az nagyon szép és nagyon jó, hogy forgalomba kerülnek ilyenek hazánkba, de van-e elég, gondoskodtak elég töltőhelyről, hogy kényelmesen fel tudjanak készülni a további útra? Én nem egyszerű kérdésről beszélhetünk, hiszen ugye egy kicsit olyan, hogy ön is mondja, ugye a lakosságnak a megítélése az vagy ilyen, vagy olyan. Tehát van, aki ugye ezt olyan kicsit olyan távolságtartással fogadja, furcsa. Ha már belül az ember, akkor izgalmas. Igen, tehát, de azért én is azt gondolom, tehát én magam is használok elektromos autót egyrészt pont azért, hogy kicsit monitorozzam a fogyasztási szokásokat, a töltőinfrastruktúrát, másrészt pedig tényleg azért, mert én nekem is megtetszett. És tényleg azt gondolom, hogy azért, hogy az ember kipróbálja, akkor egészen más szintet ad, de pontosan ezek miatt az előbb említett okok miatt az ember kicsit ilyen fenntartással kezeli. Gondolj el, hogy az ilyen idősebb emberek, mint én például állandóan teletankkal utazom, uh-huh. mert biztos, ami biztos. Ki tudja, hol éri az embert éppen az adott nap szak. Igen, tehát hogy a megszokásokat egészen új köntösbe kell csomagolni egy elektromos autó használatnál. Ugye ez nem teszi egyszerűvé az infrastruktúra fejlesztését, és jelenleg azért ott tartunk, hogy az országban az átjárhatóság biztosítható, nem mindenhol áll rendelkezésre olyan gyors töltő, amivel ugye adott esetben hamar tudjuk, tehát mondjuk egy folyamatos forgalmat biztosított tudjuk hamar átjárni az országot, de azon vagyunk, hogy a folyamatosan növekvő fogyasztói igényekhez megpróbáljuk az infrastruktúra fejlődését, fejlesztését is megfelelő szinten megtenni. Ugye most már több mint 500 töltő szolgálja az elektromos autózást Magyarországon. Hány autó van Magyarországon? Magyarországon jelenleg ott tartunk, hogy zöld rendszámos autóból 8000-et már átléptük, tehát tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy pár hónapon belül a szép 10000-es határt is át tudjuk venni. Ezek ugye természetesen a hibridek is benne vannak, tehát ez a zöld rendszámos autókat értem ez alatt. Ennek több mint a fele viszont már tisztán elektromos, sőt azt látjuk, hogy hamarosan, mivel jelenleg a támogatási struktúránkban, amiben
másfél millió forinttal támogatjuk bruttó az elektromos autók, tisztán elektromos autók beszerzését. Olyan nagy számú új autó beszerzésekre kerül sor, hogy tulajdonképpen folyamatosan veszi át a teret az öldrendszámokon belül a tisztán elektromos meghajtású járművek. Azt látjuk, hogy már nem csak ugye lakossági, hanem egyre több céges, önkormányzati igény is jön a tisztán elektromos autók beszerzésére. Ugye sokan már ugye ezt egyfajta ilyen flottában belső használatra próbálják ugye felhasználni, és azt gondoljuk, hogy van-e valami reakció, hozzá kell szokni, hogy én általában közbeszólok, erről semmi vagyok gond, nyugodtan. Van-e már valami konkrét eredmény a zöldektől, hogy mennyire segít ez a légszennyeződésbe és a mindennapjainkban? Hát az egyértelmű, hogy a szén-dioxid kibocsátások terén jelentős hatásokat tudunk elérni. Ugye sokszor följövő vita az, hogy ugye igaz, hogy a maga az elektromos autó használata a szén-dioxid kibocsátásban ugye jelentős porolást ad, hiszen ugye kvázi zéró kibocsátással működik. Viszont ugye sokszor felmerül az a vita, hogy de hogy mire az elektromos autó legyártódik, addigra az ökológiai lábnyoma meg esetleg nagyobb, mint egy dízel vagy éppen egy benzinüzemű autónak. Ugye azt gondolom, hogy ez a zöldek részéről sokszor kiúló vita, de ezt a vitát lefolytatni nagyon nincs időnk. Tehát az látszódik, hogy a szén-dioxid kibocsátást csökkenteni kell, a közlekedés az az ágazat, ahol az Európában az elmúlt években a legjobban nőtt a szén-dioxid kibocsátás, és hazánkban ez még jobban nőtt, mint az uniós átlag. Ez köszönhető talán a gazdasági teljesítménynek, annak, hogy a lakosság egyre többet fogyaszt, visszatértünk ahol az ívre, ahol ugye tulajdonképpen a lakossági beszerzések tekintetében és az autóvásárlás egyfajta megszokott dologgá vált, második autókat vásároltak a lakosságok, tehát hogy ez látszik az autóhasználatokon. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen abba az irányba kell mennünk, és ez szerintem ez a zöldekkel is egy közös platform, hogy ezt az utat, ezt meg kell próbálni a kormányzatnak támogatni, minél inkább segíteni az elterjedését, és minél inkább azt a társadalmi szemléletváltozást megpróbálni kihasználni, amely az ilyen jellegű, mondom, alternatív energia, hatékony technológiák szemében nyitottá teszi. Mikor várható, hogy Magyarország, vagy legalább a főváros tömegközlekedése teljesen zöld rendszámmal, azaz elektromos úton fog működni? Hát azt gondolom, hogy erre ugye nehéz konkrét vállalást tenni, az biztos, hogy látható... Úgy működnek villamosok, úgy működnek, most már csak a buszokat tehát, és tehát a látható, taxikat látható, kell hogy azért alapvetően nem áll rosszul ebben a főváros, de köszönhetően ugye pontosan a villamos és a troli közlekedésének. A buszok tekintetében ugye már vannak programok, sőt ugye nagyon pozitív hír, hogy Magyarországon ugye mind az Ikarusz, mind ugye Debrecenben az ITK Holding gyárt hazai buszt, tehát hogy hazai elektromos buszokat tud már vásárolni bármelyik vállalat, aki erre adja a fejét. Tehát azt gondolom, hogy ebben komoly áttörések történnek. Azért az látható, hogy most van az az időszak, amikor már gazdaságosan és kellően műszaki paramétereknek maximálisan megfelelő feltételrendszerű autóbuszokat lehet tisztán elektromos hajtással építeni és gyártani. Tehát azt gondolom, hogy most már ebben szintén majd egy olyan jellegű boom-ot fogunk érzékelni a következő két évben, mint mondjuk érzünk most az elektromos autóbeszerzésben. Maradt még 3 percünk. Minek utána első alkalommal van itt, ezt a 3 percet használjuk föl, de mit tanult, hol tanult, és hogy döntött el, hogy a közigazgatásban fog dolgozni? Hát én annak idején Veszprémben, a Vetisalver gimnáziumban végeztem el a gimnáziumi tanulmányaimat, és ezt követően Budapesten pedig a Corvinus Egyetemen végeztem, mint azt hiszem, talán gazdálkodási szakos közgazdász az egész pontos megnevezése. De már ekkor egy kicsit engem elvitt a környezet és vidékfejlesztésnek a kíváncsisága. Tehát akkor már én ezen a főszakirányon végeztem az egyetemen, ugye én még ebben a klasszikus 5 éves képzésben tanultam. És hát önképpen ezt követően igazániból így kacérkodtam ugye, hogy multivállalatokhoz elmegyek, ugye azért ez a közgazdaságtudományi egyetemen egy ilyen népszerű kezdési pont volt. Viszont aztán az élet úgy hozta, hogy egészen más leten ugye kikötöttem a hulladékgazdálkodásnak az égiszén, és ott tulajdonképpen különböző a hulladékgazdaság közszolgáltatási, önkormányzati társulási, EU-s pályázatok menedzsmenti oldalán megfordultam, és akkor szépen így elkezdtem egyre inkább a környezetvédelmi portfóliót szélesíteni, tehát megismertem szennyvizes beruházásokat, víziközműs beruházásokat, és aztán az élet úgy hozta, hogy ugye azok, amik ebbe az irányba elhoztak, egyre inkább közeledtem Budapesthez, és akkor így aztán kialakult, hogy felkértek a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Vezetőnejének, és akkor ez így ilyen egyenes úton vitt tovább arra, hogy akkor egy kicsit akár tovább is lehet gondolni ezt a fajta pályafutást. A város és a környéke tele van hulladékkal. Mit tesz az ön hivatala ahhoz, hogy
ez szigorúbb legyen, illetve már az ott lévő hulladékokat elvigyék. Dolgozunk egy olyan koncepción, miniszter úr, amely egy tiszta ország gondoskodó állami koncepciónak az alapja tud lenni, amelyben kiemelten fontos az illegális hulladéklerakások eltüntetése, illetve a természetesen az újrakeletkezésük megelőzése. Ennek egyik nagyon fontos programja március 18-tól 24-ig megkérdetésre kerülő Teszed kampány, amely 8. alkalommal kerül megkérdés, és pont most vasárnap éjfélig lehet jelentkezni rá, vagy koordinátorként, vagy önkéntesként. Ugye itt bejelentett helyszíneken történő szemétszedésről beszélünk, tehát ezzel próbálunk egy ilyen sok jellegű hulladék eltüntető kampányt indítani, de természetesen azon is dolgozunk, hogy ennek a fenntartását hogy tudjuk megtenni. Szemléletformálásra az embereket meggyőzni arról, hogy miért nem szabad szemetelni, a másik oldalon pedig a hulladék gazdálkodásnak a fejlesztésével olyan lehetőséget adni, hogy ha már egyszer a lakosság felrakja a szemetet, vagy valahova elviszi, akkor már ne az erdőszélre vigye ki, hanem mondjuk egy hulladék gazdálkodó telephelyen kerül. Itt folytatjuk legközelebb, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Az elmúlt bő negyed órában Weingartner Balázst láthatták. Most előzetesek és jövünk vissza. Következőink dr. Kutasi Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnök helyettese lesz. Majd egy címzetes államtitkár következik Plati Ivánnal, akivel a vatikáni szerződésekről fogunk beszélni. Tartsanak velünk! Köszönöm szépen!